Ezt a videót az Unibet támogatta. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Jó estét kívánok, hello mindenkinek, sziasztok barátok, hello! Szevasztok, üdvözlök mindenkit testvéreim, nagy szeretettel, szevasztok és hello, és nagyon sok boldogságot és minden lópaszt testi pénzben. A megosztás és minden ingyen van mai adásokban, csak jelezném. Ez az? E csepereg az eső. Lepolyik az arcom, ó, régi barátom. Tamás meleg szendvics, hello mindenkinek, szevasztok, szevasztok, hello. Demeter, a száddal minden faszbe temetel. Vicceltem amúgy. Bocsánat, Demeter, ne haragudjál, ez csúnya poén volt, és bocsánat, bűnbánás. Van ez az őrült tehenes forma. Fogadást kötöttem a csávóval, hogy egy hónap alatt 10 000 követőt összekapálok neki az Instán, és cserébe ezért egy hónapig fizeti az üzemanyagot. Ami nem kis kihívás, testvéreim. Szóval, ha nem vagy buzi, kövess be Instán, mert nagyon nagy tétekbe vagyunk. Nem szeret már engem. Ez nem az, nem az a rész, bocsánat. Most igen, a fehér póló van rajtam, mert megcsókolt egy angyal. De amúgy a múltkor, a feleségem mondta, hogy a szeplősökre azt mondják, hogy megcsókolta őket egy angyal. Mert én azt tudom, hogy beleszartak a ventilátorba. Van itt, aki szeplős? Szia, öreg. Szevasz Lajosom, mi a helyzet? Szia, mi újság veled? Ó... Hát, velem minden oké. Veled? Figyelj csak ide, cigarettát készíts elő, nem tanultad még meg, piam? Adok, csak már nagyon robotos hogy összehányod magad. Jó. Mi van? Adok. Nagyon robotos a... Jó, van, kiszopod, mert én vagyok a Terminátor. Visszajöttem a jövőből, hogy szájba baszkodjalak, ha nem kínálsz meg cigarettában. Adok. Kiskezi csókolom. Te bafogy, bazd meg. Miben? Kiskezi csókolom. Téged kerestelek. Engemet? Pont téged, igen. Nem, miért erben rábuktál az élet tojásra? Nem. Én az a gond, hogy... Jaj. Igen? Hogy emlékszel, hogy nem. Voltunk bulizni. Hát és sose nem láttalak. Na hát azért 2 év alatt az üreget látjuk kurgyan és nem férfival. Ez ilyen rá... Istenem. Na figyelj csak ide, ne panaszkodjál. Meg kell dolgozni a gyönyörén. Teres vagyok. Hát, figyelj csak ide! Micsoda? Én ezzel nem tudok mit kezelni, ne is haragudjál meg! Soha itt hogy hínak egyáltalán? Mutatkozzál már be! De Lana vagyok! Milyen Lana? Lada? Kalányos! Lala? Ez a Lana Road! Figyelj csak ide, kisjány! Te ide jöttél pőhergelni az indulatai fölidegesítel, az savam lesz! Nem, el akartam mondani! Csenget már napüle? Ne haragudjál! Akkor most fog! Menjél el innen a faszomba, azt gondolok, hogy gyel magadon! Hé, téged is ismerlek! Figyelj csak ide! Ez nem ad... Figyelj, Judikám! Te megbasszad ezt az őt! Párduc húja lesz, hát! Megbasszad ezt! Nem voltam a rendőrségen! Azt mondja, hogy terhes, more! Kinder tojás megkötött a gipsz! Tőlem? Azt mondja, hogy igen! Ebbé tőlem biztos, hogy nézzél már, a faszom nem áll föl! 70-80 éves vagyok! Hát én impotens vagyok! More, nincs is már faszom, már lesorvat! Figyelj már ide! 16 éves vagy! Igen! Úristen! Te összekeversz valakivel, bocsánat! Ezen túl csak papinak hívják! Rendben? Rendben, papi! Na jó van, figyelj csak! Tedd magad takarékra! Ezt az ostoba történetet meg verd ki a fejedből, mert ornyergen leszel masszírozva! Neki putás volt előtt! Fáj a hasam! Hát akkor egy-egy párizsis kenyeret vagy valami! Vagy lehet, hogy posnot kell, mint a pelikán! Nem? Erről van szó! Nem! Nem kell! 16 évesen miért nem a Hello Kittyt nézed? Öreg paszkőd a picsádnak? Mert... De te hágtál, meg nem én téged. Figyelj csak, te összekeversz valakivel, megmondtam. Soha hát életemben nem ilyen láttam. Ugyan büdös volt és kantáros. Hát az egy dolog, mert sok ember van, aki büdös és kantáros. És ez meg az új nadrágom, ezt tegnap ettem, szóval ebbe nem ismerkedhettünk. Összekeversz valakivel. Szia! Szia! A kurványját. Ez mi ez, Lajos? Mi ez a szimat? Mik a kuvasz? A nagy nyomozó, mi a kopó. Mi ez a szar? Nem tudom. Bazzik, egy snukra, egy köbméter lebegő, tehát majdnem vákumosra szinted az autó, Joker. Összehorpad, mint a műanyag plakot. Hát nem, miért? Covid óta nem érzek szagukat. Jaj. Itt a Joker. Ez a Joker. Azaz. Figyelj csak, testvérem! Mondja! Megmondom őszintén, hogy messziről nézzelek tégedet. Igen. És van egy kiállásod neked, egy terpesztésed. Érted? Na, értem. Figyelj csak! Meg kéne kínálni az öreget valamivel, igaz-e?
Megkínálom, jöjjön. Ezzel a brinyóval. Köszi. Kiugrott a járműből, én megálltam előtte, mondom, jó napot, tudom, segíthetek? És ráugrott egyben a nadrágomra, letépte, és bekapta a passzomat. Nem bírtam elnyomni a fejét. Érti? És utána kiszállt ez a csira, ez meg összeberekedett ebben, ez meg kiütötte a csábot. Közben... Na, ez igaz. Itt volt az Aladin. Aladin is jött, itt volt a repülőszőnyeggel, a Jászminget. Jászmin is itt volt a Jinnel. Mondom, álljatok le, csira, ez nem a Disney Plus, kurva anyátokat. És akkor leköptek. Mondom, gyertek ide, passzopók. Szétfejelem mindannyiótokat, a rák a kurva anyátokat. Széthugyozom az egész bandát. És utána, ez volt, így volt, esküszöm. De és akkor, figyeljen innen, széttártam a izémet, karjaimat, megálltam bagolyba, rúgtam egyet, dír! Az ketté szakadt a szőnyeg, azok elsírták magukat, utána megbeszélték, hogy kibasznak velem, ide jött az Aladin, leszfogott, azt a szőnyeg meg leszopott és elszaladtak. Bocsánat. Elnézést, a felénél elfelejtettem, mi történt, kérem uram, hagyja abba ezt, amit... Itt csinálta be! BAM! Legyen kedves költözni, utoljára szeretnék így szólni. Így volt. Három úriember tudja tanúsítani, illetve a mentős. Így van, így volt. Mentős nem volt itt. A rák megette a kurvanyjuk. Az öreg úriember elfelejtett megkérdezni, hogy tudják-e, hogy miért büdös a cintáj. Rendben. Micsoda? Mi? Kérhetnénk erősítést a nemzeti elé. Miért büdös a cintány? Itt egy komoly verekedés volt. Mert szarvos lett egy égen, vagy mi? Hogy a makis le tudjuk ötni. Elvileg fenyőző támadás volt. Ez nem szép dolog. Ez nagyon csúnya vicc volt, Joker. Hallod, Joker? Tudtam, hogy ilyen rendőr, igen. Figyelj, ezt ismered, amikor a bak bemegy a boltba? Figyelj, csak bemegy a boltba a bak, oda megy a sóskipli, ha elkezdi simogatni, felkiált, kiírta rá ezt a passágot. Jó, kikérlek! Nem egyszerű! Te mit röhögsz, Lajos? Öreg, kiengedte meg! Igen? Mondhatok egy viccet? Kérjél bocsánatot először! Bocsánat, hogy igen? röhögtem. Tessék! Szóval a kígyó besejtál a kocsmába, de nincs is lába. A pultos megkérdezi, hogy hogy a faszba? Értem. A öreg, vágod, hogy nekem már csak a postás szex marad. Az milyen, hát? A kézbesülés. Wow. Wow. Ez mi a faszom? Nézd meg, ő pillanat. Öreg, mit csinálsz? Azt kurva. Te láttam egy ő pillanat itt a pőzben. És itt mindenki elő? Nézd meg, hogy cuccolom, hát. Látod, ez bazd meg? Látod, hogy cuccolom, Lali? Irigykedel most, mit a disznó? Az igen, milyen pozitúra. Vagy így? Így már billanykörtét, mintha csekernét kidik. Ha nem, úgy fotóznál, kitekered a billanykörtét. Ez milyen szó van ez? Igazi gondok vagy, hát? Most magam elé engedtem direkt. Ki tudjátok lőni? Az több fasza. Semmi! Mi van? Ott volt egy légy a tetőn, le akartam csapni, mert nagyon idegen fétett. Mit pasztizéltek? Pánik voltak egyből. Jó, egyre túlszartózkodik az épületben, épségben van. Ott lecsaptak egy legyet hátul, bocsánat, nagyon sok a légy errefele. Az Isten bassza meg. Nagyon sok légy van ott benne a kamrában, igaz-e? Nagyon sok, tele van. Nézd meg, van-e még légy? Nézd már meg. Szóval az igazság, hogy Jokert rajta kaptam, ahogy egy vaddisznót baszott meg teheret, és ezért a tanyán. Úgy megijedtem, hogy ott hagytam a tanyán. Komolyan? Igen. Szóval a Joker az ilyen zoofiliás köcsög. Egy zsiráf baszó. Aztán egyszerűen oda néztem a Biskó mögött, azt nyalta a macska seggit, hát. Komolyan? Esküszöm. Streamet indított, és akkor streamelte valahol, valami platformon élőben. És mondta, hogy 200 ezer év benyal a macskának, meleg szarig. Ezt úgy kadalaszta kifele, meg ilyenek. Azt szóval dolog. Tényleg vigyázzatok vele, mert kicsit az ilyen rogyás a popája neki, mert már eszi kifele a tipusz neki. Szopkodjolt a tacskó, kolbász, minden. Azt mondja, hogy olyan, mint a savanyú káposzta, olyan íze van a macska seggjuknak. Ilyeneket mondta. Állj meg! Judy, szállj ki! De mi? Mert meg de nem mondtam popázol. Semmit.
Most mondom, Beri Barca. Hát kérdeztem. Most mondom, hogy a Joker azt mondta. Süket vagy? Jó, onna. Na, azért. Hát nem érte bele. Kérj a bocsánatot? Szó, szó. Kitől? Aputól. Azt üzeni a Joker, hogy Szarika postás... Na! Ne! Jaj, micsoda? Ezt esett a malacom. Öreg. Igen. Tessék. Figyelj csak a izének, ennek a rendőrnőnek, benyúlnál a lyukába? Bocsánat. De nem fog bántani? Nem, először egy kis erős pistába dug bele az ujjadat. Annak nagyon fog örülni. Van nálad? Itt van a zsebemben, hát. Nézd, letekerem a kupakot, dug bele az ujjadat. Beledugom az ujjam az erős pistába. Cuppancs fő neki, gyomorik, hát. Úgy fog örülni, mint még soha. Nos, elvileg akkor meg. Gyorsan felnyomom a lyukába az ujjamat erős pistával. Éj, more! Bocsánat, ez szexuális zaklatás. Ez letartóztatás kell, ez milyen dolog ez? Megújazza itt magát, bocsánat, tisztelettel. Tényleg, köztére. Rendes pinába, meg minden. Miért dugdosta az ujját az én hüvelynyílásomba erős pistással? Az öreg mondta. Mi? Ne hazudjál! Hogy mondanék ilyet? De nem ezt csinálta meg. Micsoda? Hallottad ezt a fájdalmat? Melyiket? Vagy miért erős pistása? Amúgy a igen, de mi a baj? Elnézést, rendőrasszonysága. Itt az a baj, hogy simán se? Aha. Nem, szeretném akkor felsorolni a jogait. És más vagy? És passzal lehet? Öreg, ki kell innen mentened. Figyelj csak, tegezést azt kihagynám. Alád rúgok, az kirügyezel, mint az orgona bokor, te merébarcú terminátor. De jó? Hogy fogunk innen kiszabadulni? Tedd magad a réklángra, először is, ne erről beszélgessél, hanem hogy mi a probléma. Ügyvédként vagyok jelen, érted? Hát felnyúltam a lyukába. És miért nyúlt fel a lyukába? Újjal. Hát miért? Mondtad, hogy nyúljak fel. Ki mondta? Miről beszél? Te. Figyelj csak ide. Nem állítod le magad vissza kettesbe? Baszok akkor rád szemed kigurrul. Jó. Na, azért mondom. Tehát akkor miért csinált ezt a cselekményt? Hát mert nagyon tetszett a rendőr asszony. Jó, és az ujjad még van szagú? Megszagolja. Mutasd. Azt a kurva. Ez pida. Hát figyelj csak ide. Ennek olyan szaga van, mint a kicsit ilyen májkrémes a vége neki. Az utói íz egy kicsit ilyen májkrémes. Ezt a parfümöt én egy nyári alkalmat. Bocsánat, egy pillanatra kivennék, hogyha szabad, mert nagyon kell szarni. Csak nyugodtan. Vannak elvileg új autók, de nem tudom melyik az, valaki tudja? Ilyen nagyon csöves autókba hiszünk most, meg is jöttünk. Ugye? Ez ilyen fasz! Az igen. Na és bicikliben jössz? Á, nem, mégse. Milyen fasz a ülés ez, Batti? Ja. Az ilyen szorra? Meg se kocsi, ja, meg se kocsi. Meg se, éj. A kurva anyját. A öreg, láttam egy banános kocsit. Milyen banános? Egy ilyen nagy banán. Négyen befejri. Tényleg. Menjél már vissza, megveszem. Tessék, uram. Szem a főnököm, figyelj csak ide a nagy izében. Szóval, ezt a merdet föl tudnám peckölni itt tisztelettel. Azért ez már stílus. Az igen. Az igen. Mora, ez hány személyes? Ez egy banán! Figyelj csak, menjünk már egy kört. A csövesnek mondja, hogy pöcköljön föl mindent, azt itt se vagyunk. Ez nagyobb megy ez a banán. De itt már hátul, itt már peketedik, bassz meg, itt már peketedik. Te Juni hova lett? Kiesett, mint a tejpont? Nem tudom. Na jó van az. Ez a flúgos futam. Egy kicsit tényleg olyan. Az meg, hát te nem vagy normális, ne haragudjál már. Nem tudtok normálisan viselkedni? A buzi Lali ezzel a banán autóval. De Lali, a kaszinóba menjél, akkor te nyomorig. Éget! Megnyomtam neked a prémium, ez jön a prémium, a sárs. Hát én is rányomtam, a kaszinóban vannak négyen.
Várjál, én is rányomok. Ja, még nők! Oh. Jöjjenek a nők! Mi csöcsök, pia? Gyertek, he! Csúcsos neked picsa mindenben. Neked fiúk mennek, Junior? Amúgy igen, Juliónak izé... Nem, hogyan vannak, Di? Bocsánat, hölgyeim. Mi picsa van alatta, Di? Ott még egy, várjál! Ha elszakad, az ketté vágja a lemezt. Igen, Juniornak férfiak jönnek. Arra, néd, hányan jönnek? Azik, Dikanak nincs feje, ja, de már van. Ez nagyon vicces egyébként, a melletted így megy el valaki. Te nem érted, hogy a barátomhoz jöttem? A Peribor? Ezt nem ismerem. Be akarják vinni el? Az én nevem Baszpó. Baszpó, tiszteletem. A nevem Baszpó, Fán. Értik? Haló? Halló, tessék, ki van a vonalba? Szia, szia Joker, szeretném a... Ezzel az úrra kell vigyázni az utcán, hogyha megyek, akkor itt nehogy engem... Megkérem, hogy üljön le oda a sheriff mellé, jó? Rövő, ne legyen szíves mellé. Figyelj, a kastélyos Ferenc Lajosról lesz szó, aki lecsárázott téged is. Na szóval, szeretném kérdezni, hogy ez a Ferenc. Én ismerek valami Frank, vagy nem tudom, valami ilyesmi a neve. Kastélyos Ferenc, hogy nem magyarosított, vagy nem tudom, mi az a magyar egyébként, csak Frankesszel. Amikor megszületett, fára dobálták, mert azt hitték vajon. Érti? És tudja még mi volt? Az anyja azért simogatta, hogy a testvére ne féljen tőle. Az beszélik róla a városba is, hogy egy kosárlabdát átszíja a slagon. Félcoloson. Most elmondom, amikor született ez a kastélyos Feri, az anyja beszart. Azt tették pólyába, érti? Mert azt hitték, hogy mi van. Igen, hallottuk, bocsánat, elnézést. Hát úgy az történt, embernek, hogy ez a Ferenc nevű úriember. Igen, ott lemaradt egy vesző, a szírik oda fontos, mert nem mindegy, hogy lemaradt a Ferenc, vagy lemaradt a... Hát a Ferenc. És te csináltad a most? Igazából magam nekinek, mert aztán a gépbe volt ültem. És amikor megszületett ez a Ferenc, olyan csúnya volt, hogyha lámpa alá értek vele, futni kellett. Bocsánat. Hát mit kellett csinálni vele? Futni, hát, olyan csúnya volt. A lámpa alatt futottak bele végig, tudja? Ez az igazság, én nem fogok hazudni. Jó, ezt még elmondanám, ha megengedi. Mert mikor óvodás volt ez a Ferenc, ott is traumatizálódott, ugyanis olyan csúnya volt, hogy a majom az állatkertbe banán sírba vette el tőle. Ezek az igazságok, és megmondom őszintén, hogy valószínűleg ezek a tevékenységek vezettek oda, hogy egy igazi bűnöző alkat született a világra. Tudod, mit játszottál, Lali? Mi? Húzogattad a kukidon a bőrt, és megvártad, míg a légy odaszáll, és megpróbáltad elkapni. Én ezt hallottam, hogy te ezt játszottad. Ez jó igaz. Játék, ez kipróbálom. Mindjárt popán baszlak. Pasztöből lőttek, bocsánat, vérzek, alul, felül. Érzik, jöjjön velem, uram. Hát de már hova menjek, míg mindjárt megpekszek itt. Bocsánat. Hát a műtétre be kell jelentkezni. Hát de nincs izé társadalom biztosításról. Nyomok egy gombot. Na hát ennyi basz meg. Nézd meg a Juni, már mit csinál? Nézd meg. A Juninak nem a banknál kellene lennie amúgy. Juni, szállják ki az autómból, légy szíves. Ezt most vettem. Hadd nézem már meg. Hát hogy jön vissza tőle a gyerek? Miről beszélsz? Hát tényleg el tudod. Hogy nézzem? Itt volt, hogy hívják ki. Ez aztán a stílus, testvérem. Ezzel kell menni. Rabolásokba. Nézd, amilyen fánkok. Az igen. Ezek izé hangyásan befogják a Duna TV-t, ezek az asparabolák? Szerinted? Nem, bazd meg, amik itt vannak, ilyen gyerek. Ja, nem tudom. Inkább egy publikot jelöljél, azt... Ez nagyon jó volt. Ezért nagyon fontos, hogy kössétek be magatokat. Ez nagyon fontos. Nézd meg azt a poszt a Jokernek, hát. Milyen szexi, mi? Miért nem szopott be neki a kis kukiját? De nem engedi nekem. Dehogy nem, mondta nekem, hogy nagyon tetszesz neki. Most, hogy ilyen rossz fiú stílust fölvett, így bebittek a rendőrök. Azt mondta, hogy... Tényleg? Azt mondta, hogy izik, kinyalnám én a fejbe grizes tányért, piam. Azt mondta, hogy makkodat szétpeckölgetni. Komolyan? Hozzá az arcát, mert minden esküszöm. És hogy? Azt mondta, hogy hogy szereti? Azt mondta, hogy úgy szereti, hogyha kicsit szarszaga van neki. Érted? Mert attól a mocskos. Meg a legyek beköpik. Szerintem szereti.
kenjem be a végét a sajátommal? Igen. Vagy hogy? Kicsit szarozd össze, az jól van. Lelép, bepakválni. Bebálik. De ő jó darra, mert ez kiskocsi. Úgy kell vele kanyarodni, mint a szánkóval. Hajusom. Így. Dőjjél, azzal szólok, majd dőjjél, most dőj belém. Nagyon jó, nagyon jó, jó ez! Jó. Most a másik irányba kell dőlni, Lajos, mintha boboznál. Piak. Nagyon de szép. Jobbra, most. Most igen, most kell jobbra, most balra dősz. Most jobbra mész egyenesen. Jó. A szép fogjudi. Semmi baj. Szerinted jó van a Giulio? Ezt a nyomorékot, gyöcsi szíjetet! Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Jó volt ez a kis RP végre. Szóval nagyon szépen köszönöm a donéteket. Kösz szépen Rico, kösz szépen mindenkinek a csillagot, meg mindent. Szebasztok és hello. Remélem élveztétek, ha tetszett a stream, akkor a lájkot csak meg kell nyomni. Nagyon tetszik ez a bivinyó? Akkor legyél már csatornatok, kis táska! Ebótokat kapol még minden lófaszt, és nagyon sok ilyen kifikapi videó készülhet még! Szia! Hogyha ugatnak a kutyát, levágom az utat, máma este kopogtatok, zavart el az urat, legyél este